szakmai közi szervezetek eddig hogyan képviselték a termékpálya piaci szereplőinek érdekeit, valóban jól és hatékonyan képviselték-e, vagy hol lehetne esetleg ezen javítani. Nézzük meg azt, hogy milyen konkrét piacfejlesztési intézkedéseket kezdeményeztek eddig, ami ugye a gyakorlatban is igazolja és indokolja adott esetben a reprezentatív státuszukat. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos azt végig gondolni, hogy mitől lesz egy szakmai szervezet reprezentatív, amellett, hogy természetesen tudom, hogy a törvényben ugye megvan, hogy mi az, ami a kétharmados reprezentativitást biztosítja. Tehát alapvetően azt gondoljuk, hogy mivel tényleg ezek a piacfejlesztési intézkedések a termékpálya több száz vagy akár több ezer szereplőinek is a gazdasági helyzetét komolyan befolyásolják, és ugye a piacfejlesztési hozzájárulás beszedése is igen komoly befolyást és eszközrendszert ad ennek a szakmaközi szervezetnek a kezébe. Közben nem látjuk azt a garanciát, ami a kisebb termelők és adott esetben az úgynevezett, hát ha úgy veszük, kényszertagdíjat fizető szereplők érdekeinek valóságos érvényesülését jelenti. Mert ugye eddig is tudjuk azt, hogy voltak olyan tagok ezekben a szakmaközi szervezetekben, akik igaziból tulajdonképpen csak azért csatlakoztak ezekhez, mert különböző pályázatoknál többet pontszámokat kaphattak, és nem nagyon volt alkalmuk vagy lehetőségük arra, hogy ennek érdemi működésében részt vegyenek. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy önmagában ez a kétharmados reprezentativitás nem biztos, hogy elég nagy legitimitást ad ezeknek a kiemelt szakmaközi szervezeteknek. Tehát ezért összességében én azt szeretném csak kérdezni államtitkár úrtól, hogy történt-e valamiféle hatástanulmány, vagy konkrét szakértői elemzés ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását megelőzően, ami a jelenlegi szakmaközi szervezeteknek a valós piacfejlesztési hatásait, illetve az eddigi tevékenységét valamilyen módon elemezte, vagy bírálta volna. Tehát igen, és tulajdonképpen ennek érdekében mi be is nyújtottunk egy módosító javaslatot, ugyanis azt a jövőben is nagyon fontosnak tartanánk, hogy ezeknek a reprezentatív szakmaközi szervezeteknek a tevékenységét folyamatosan valahogyan monitorozzuk, tehát létrejöjjön egy független szervezet, ami egy folyamatos auditot tudna végezni ezeknek a szerepéről, és utána ennek az eredményét az illető szakmaközi szervezet, vagy akár ugye a minisztérium honlapján ezt nyilvánossá is lehetne tenni. Tehát, hogy minden piaci szereplő, a termékpálya, minden szereplője valóban lássa azt, hogy akkor az ő piaci érdekeiket és az érdekérvényesítésüket hogyan javítja ez a szakmaközi szervezet. Azt gondolom, hogy ez kifejezetten a bizalmat is növelni, hiszen egyébként az indoklásban is olvasható az a cél, hogy a termelői kereskedői szemléletet pozitívan befolyásolják, szándékoznak befolyásolni, és ráébresztik a piaci szereplőket az együttműködés, a koncentrált fellépés és a minőségi árutermelés fontosságára. Itt azért szeretném megegyezni azt, hogy ráébresztik a piaci szereplőket az együttműködés fontosságára. Ez kicsit ilyen eufemisztikusan is hangozhat, hiszen persze, hogy rá fognak ébredni az együttműködés fontosságára, hogyha véletlenül nem működnek együtt, akkor ugye ekkora bírságokat kaphatnak a nyakukba. Tehát ezért is szeretném azt hangsúlyozni, hogy ha már ilyen jelentős bírságokat helyezünk kilátásba, akkor nagyon fontos lenne valóban érzékeltetni a piaci szereplőkkel, a termelőkkel, hogy ez az ő érdeküket és az ő hasznukat szolgálja. Egyébként mi azt szívesebben látnánk, hogyha a részvétel ebben önkéntes lenne. Ugye még az is szerepel a törvényjavaslatban, hogy adott esetben, hogyha kiterjesztik ezeket a piacfejlesztő intézkedéseket, akkor azokra is kötelező, akik egyébként nem tagjai a szakmaközi szervezeteknek. Értjük ennek a fontosságát, de mindenképpen jó lenne azért valahogy tényleg az önkéntes együttműködés felé haladni, azt gondolom. Egyébként meg, hogyha már kötelező lesz ugye ebben részt venni, akkor a tagdíjat és a bírságot is mindenképpen mérethez és árbevételhez kéne kötni, mert különben könnyen túlülhetünk a célon. És azt gondoljuk, hogy amellett, hogy zajlik ez a fajta központilag irányított piacfejlesztés, amelyre elismerjük, hogy adott esetben valóban szükség van, nagyon fontos lenne emellett segíteni a helyi gazdák egy-egy termékköré csoportosuló termékmarketingjét is. Példának hozhatnám fel, hogy mondjuk Makón a hagymatermelőket kéne egy kisebb csoportban akár a saját pénzükön támogatni a termékértékesítésben, ahelyett, hogy mindenki befizet egy nagy közös kalapba. Mert ugye úgy fennáll a veszély, hogy tulajdonképpen
akár csak egy kisebb érdekcsoport érdekeit szolgálhatják ezek a befizetett pénzek, és nem biztos, hogy az egyes regionális különbségek a marketingben vagy az érdekérvényesítésben kellőképpen érvényesülni tudnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lenne ebben az irányban is gondolkodni, hogy hogyan lehetne a kisebb termelők regionális piacfejlesztését támogatni. Azt gondolom, hogy ez azt a célt is jobban szolgálhatná, amelyet egyébként sokszor emlegetünk, és ami ugye a Nemzeti Stratégiában, Vidékfejlesztési Stratégiában is megfogalmazódik, hogy nekünk a saját belső hazai élelmiszerpiacunkat is vissza kell hódítanunk, és azt gondolom, hogy egy-egy régió termelői jól ismerhetik akár annak a régiónak a fogyasztói szokásait, vagyis a belső piacot, tehát erre is érdemes lenne odafigyelni. A következő rész, amiről szeretnék beszélni, ugye az a borászati szakmai szervezetekről és a hegyközségekről szóló része. A hegyközségekkel kapcsolatban támogatni tudjuk abszolút a törvényben megfogalmazottakat. Azonban a szőlő- és borágazatban létrehozandó szakmaközi szervezetekről, ugye egy picit hasonlóan az előzőekhez itt is a piacfejlesztési hozzájárulás formájában marketingjárulékot szednek. És hát ugye azt szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy az LMP is nagyon fontosnak tartja a hazai borok jövőjét, és azt is, hogy ezek ismertsége és jó híre növekedjen. Azt gondolom, hogy ez egy igen jelentős kitörési pont is a hazai mezőgazdaságnak. Ugyanakkor van itt egy aggályunk, ugyanis a törvénytervezet hivatkozik ugye a borgazdálkodásról szóló törvényre, és ugye ez szerint ez a marketing hozzájárulás, ha jól értjük, akkor ez ugyanabban a minisztériumi keretbe megy, amelybe ugye a forgalomba hozzáteli járulékot is befizették, csak ugye ennek az összege majd levonható lesz ebből a járulékból, ami rendben van. Viszont ugye ennek a keretnek a 60%-ának az elköltéséről a tavaly létrehozott Bormarketing Bizottság rendelkezik, illetve ugye rajtuk keresztül az Agrármarketing Centrum. Tehát ugye ez a Bormarketing Bizottság, ez az Agrármarketing Centrummal együttműködésben működik. Ugye tavaly, amikor létrehozták a Bormarketing Bizottságot, akkor ugye az Agrármarketing Centrum vezetője lett ennek a titkára, és hát sajnos úgy tudjuk, hogy az együttműködés az nem volt teljesen felhőtlen, ha tulajdonképpen még bizonyos botrányok is voltak körül a bizottság körül. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy az Agrármarketing Centrum vezetője, hát szakmai együttműködés helyett leginkább diktatórikus utasításokat fogalmazott meg a Bormarketing Bizottság számára, illetve arról is lehetett hallani, hogy bizonyos PR megrendelések, keretszerződések nem kellő szakmai indokoltsággal köttettek meg, és itt is ugye nézetkülönbségek voltak az Agrármarketing Centrum vezetője, illetve a Bormarketing Bizottság között. Ez egészen odáig vezetett, hogy ugye az egyik tagja a Bormarketing Bizottságnak egy neves borász lemondott, illetve mások, akik egyébként a szakma bizalmát élvezik, felemelték a hangjukat, és megpróbáltak egy kritikát, illetve javaslatot megfogalmazni a mezőgazdasági miniszter felé, hogy hogyan lehetne javítani ezen a helyzeten, aminek az lett az eredménye, hogy az alternatív szakmai koncepciót megfogalmazókat egészen egyszerűen indoklás nélkül eltávolították a Bormarketing Bizottságból. Mi ezt rendkívül, hát hogy mondjam, problematikusnak tartjuk a magyar borok jövőjét illetően, és nagyon szeretnénk, hogyha itt most ezzel az új bormarketing hozzájárulás nem úgy folyna bele ebbe a kalapba, hogy ezek a már említett nagyon sajnálatos és rossz folyamatok ugyanígy folytatódnak, hanem akkor az egészet szerintünk át kéne struktúrálni, és tényleg hozzanak létre egy külön önálló szervezetet a bormarketing menedzselésére és végrehajtására, ami valóban a borász szakma képviselőjén alapul, és ne kelljen nekik az egyéb feladatokkal, illetve konfliktusokkal leterhelt, és hát nem kifejezetten együttműködő Agrármarketing Centrummal együttműködni, mert ez szemmel láthatólag ez így nem működik, és nem érdemes ebbe a rendszerbe így újabb forrásokat allokálni. Egyébként én nagyon sajnálom, hogy Tifán Zsolt képviselőtársam elhagyta a termet, és még ezt a vitát sem várja végig, ami egyébként nem tűnik annyira hosszúnak, mert azt gondolom, én nagyon szívesen meghallgattam volna egy valóban nagyon magas színvonalon termelő borásznak a véleményét ebben a kérdésben. Ő erre nem tért ki a felszólalásában, engem nagyon érdekelt volna, hogy mit gondol erről az egész kérdésről, de hát talán majd, nem tudom, a részletes vitában esetleg el lehetne mondani. És akkor már csak nagyon röviden térnék ki a harmadik elemre, ami ugye a környezetvédelmi bírsággal kapcsolatos. Az LMP alapvetően tudja támogatni ezt a javaslatot. Értjük azt, hogy tulajdonképpen
ugye mivel vészhelyzet esetén nagyon gyakran a kártérítés a központi költségvetést terheli, ezért tulajdonképpen jogos, hogy a várható nagyobb összegű környezetvédelmi bírságot és a központi költségvetést kapja meg. Hozzá kell tennünk, hogy ugye látjuk, hogy ez tulajdonképpen a mostani kolontári iszap katasztrófa kapcsán történik ez a törvénymódosítás, és azért ilyenkor át kell gondolni, hogy a jövőbeni esetleges vészhelyzetek esetén vajon mindig az állami költségvetés lesz-e az, amely helytáll a környezeti károkért. Tehát tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy az egyedi körülményekre illesztett törvények hosszú távon mindig rejtenek némi kockázatokat magukban. Ezt könnyen lehet, hogy hosszabb távon majd felül kell vizsgálni, de minden esetre a jelenlegi körülmények között érthetőnek találjuk ezt a törvénymódosítást, ezért alapvetően támogatni tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmet! Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, kíván-e még valaki szólni? Jelentkezőt nem látok, így megkérdem Ádján József államtitkárulat, igen, válaszol a vitában elhangzottakra, önnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársai, mindenkit köszönöm a alapvetően támogató hozzászólásokat. Örülök annak, hogy az előterjesztés az ellenzék és a kormánypárt képviselőit egyaránt meggyőzte arról, hogy ilyen típusú szervezet létrehozására szükségünk van. Ez a rendszer Európában jól működik, és tulajdonképpen a magyarországi agráriumnak, élelmiszerláncnak is a legnagyobb problémája az a szétszakítottsága, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők külön érdek köreinek kialakulása. Tehát minden olyan eszközt fel kell használnunk, amely ezt a fajta megszakítottságot újra egyesíti, és egyfajta érdek közösséget hoz létre az élelmiszerlánc szereplői között. Ezt szolgálja ez a törvényjavaslat is, a módosító javaslat alapvetően, most a környezetvédelmi rész terül levéve, az agrárügyeket illetően, tehát hogy hozzuk létre azoknak a szereplői körök számára ezeket a szervezeteket, amelyek erre megérettek. Többféle terület fölmerülhet más ágazatokban is ugyanilyen szakmaközi szervezetek létrehozása. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez a két alapvető terület, a zöldséggyümölcs, illetőleg a szőlőbor vertikum az, amely erre megérett. Különösen az zöldséggyümölcs vertikumban, ahol ez a szervezet létre is jött, és itt utalnék arra, amit Szabó Rebeka kért, hogy valóban vizsgálnunk kell majd ennek az egész rendszernek a működését, egyfajta monitoring fölépítésével én egyetértek. Eddig ez a szervezet jól működött, megjegyzem persze, hogy valóban fölmerül az a kérdés, hogy a helyi piacok és a kisebb szerveződések milyen módon tudnak ez a rendszerhez csatlakozni. Annyit szeretnék azért ezzel kapcsolatban, ezzel az agállyal kapcsolatban elmondani, hogy a miniszternek mérlegelési joga van, tehát a kiterjesztésről van itt szó alapvetően, hogyha ez a kétharmados többségű domináns szerveződés elhatároz bizonyos lépéseket, az milyen mértékben terjeszthető ki a szervezeten kívül lévőkre vagy a nem tagokra. A miniszter mérlegelési joga valószínűleg lehetőséget kínál arra, hogy azokat a szempontokat, amelyek a helyi gazdaságfejlesztésvel kapcsolatban fölmerülhetnek, és amelyek esetleg éppen abban zavart okozhatnak, ebben az esetben a miniszter dönts el mérlegelje azt, hogy valóban kiterjeszti-e ezeket az intézkedéseket a szervezeten kívül rekedt szereplőkre, vagy szándékosan kívül maradt szereplőkre is. Ráadásul ugye egy év tapasztalatai után dönthet a miniszter úgy, és ennek a többségi szervezetnek a kérésére, hogy kiterjeszti a többi szereplőre is, és korlátozott a hatás spektruma, tehát 3 év lehet maximum az az idő, amire kiterjesztheti ezt az intézkedést. Tehát nem egy végleges és megmásíthatatlan helyzetről van szó, hogyha a többség egyfajta döntést hoz, hanem komoly mérlegelési lehetőséget biztosít a miniszternek. Egy év tapasztalatai alapján mérlegel a miniszter, és legfeljebb 3 évre vonatkozóan hozhatja meg a törvény értelmében ezt az intézkedést. Ami a környezetvédelem ügyeivel kapcsolatos kritikai megjegyzéseket, hogy erre is reagáljunk, illeti, azt hiszem, hogy egyetértve azzal, amit Szabó Rebeka elmondott ezzel kapcsolatban, valóban a logika azt diktálja, hogyha az állam minden tekintetben jót áll ilyen helyzetben, és a szolidaritás elve alapján a károkat elhárítja, akkor valószínűleg célszerűbb, hogyha a központi költségvetés bekerülnek be azok a bírságok, amelyek ilyen esetben beszedhetők, és amelyek fedezettül szolgálhatnak éppen ezeknek a károknak az elhárítására.
Értem én azt az agályt is, hogy a költségvetés általában mohó, és mindig vannak olyan üres területek vagy lukak, amiket megpróbál betömni ezzel, de azt hiszem, hogy talán értelmes az a megközelítés, hogyha egyetemlegesen jót áll ilyen esetekben a kölcsönös szolidaritás elve alapján az állam a károk elhárításáért, és ennek mindenféle költségét fedezi, abban az esetben is, hogyha a befolyó összegek éppen nem is fedezik ennek a kárelhárításnak a költségeit, abban az esetben is az állam jót áll és elhárítja ezeket a károkat, kártalanít, rendbe teszi, reparálja a helyzetet. Most ebben a helyzetben valószínűleg célszerűnek tűnik az, hogyha ez az állami költségvetésbe kerül. Azon lehet gondolkodni, hogy milyen típusú garanciális elemeket kötünk ki az ilyen típusú veszélyhelyzet esetén beszedett bírságok vonatkozásában, hogy az valóban oda kerüljön a veszélyhelyzet által kialakult problémák megoldására, és ne a költségvetés egyéb mohó szándékait elégítse ki az így beszedett bírság. Azt hiszem, hogy itt talán lehet gondolkodni azon, hogy egyéb garanciális elemeket is építsünk be, egyetértve azzal, hogy a szubszidiaritás elve azt mondja, hogy a helyi közösségre kell bízni az ügyeket, és nyilván a helyi közösség tudja legjobban megoldani ezt a problémát, de van olyan helyzet, amikor a helyi közösség nem képes ezt a problémát megoldani, itt az államnak be kell lépnie, valahol a kettő között van, azt hiszem, az igazság. Inkább a garanciális elemeket javasolnám keresni közösen, hogy ezek valóban az adott probléma megoldására fordítódjanak. Hosszan nem szeretném a felvetett kérdéseket taglalni, mert úgy éreztem, hogy alapvetően támogató megjegyzéseket kaptunk, és ez örömmel tölt el engem is, és hát az előterjesztőt, a minisztériumot, minisztérium vezetését is. Azt kérem, hogy ha úgy látják, hogy bizonyos pontokon módosításra van szükség, tegyék meg ezeket a módosító javaslatokat, ezeket végig fogjuk gondolni, és azt kérem, hogy támogassák ezt a törvénytervezetünket, hogy valóban egyéb eszközök mellett ezzel az eszközzel is élve próbáljuk újra összerendezni az élelmiszerlánc, a szétszakított élelmiszerláncot, és egy közös szervezet, szakmaközi szervezetbe összehozni az adott területen az élelmiszerlánc szereplőit. Ennek majd más ágaboga is lesz, az agrárkamarai törvény, hogy utaljak erre. Ugyanerre tesz kísérletet egy intézményesített formában, amikor a termelőket, a feldolgozókat és a kereskedelem szereplőit megpróbálja egy közös búra alá hozni, és egy közös érdekeltségi intézményrendszert létrehozni. Ez ennek egyfajta törvényi feltételeit megteremti. Szakmaközi szervezetek formájában az pedig egy másfajta intézményesített formát fog idehozni a ház elé. A törekvésünk talán úgy látom, hogy elfogadásra talált, és ez örömmel tölt el, hogy újra egyesítsük az élelmiszerlánc szereplőt, és egyfajta nagyobb érdekérvényesítést tudjunk biztosítani az élelmiszerlánc szereplői számára abban a fajta piaci versenyben, ami ránk zúdult. Talán még annyi megjegyzést teszek, hogy ez persze nem zavarja, ez a fajta termékpályás összefogás, vagy adott ágazati összefogás, nem zavarja azt a koncepciót, amiről Szabó Rebeka beszélt, és amivel maximálisan egyetértek, hogy területileg is tudnélik létre lehessen hozni olyan csoportosulásokat, ahol nem egy termék pálya mentén fognak össze, hanem többféle tevékenységre fognak össze egy adott térségben az ott gazdálkodók, és nem csak a gazdálkodók, adott esetben a fogyasztók is. Ugye ez egy másfajta szerveződés, és a szívemhez közel áll ez a fajta területi szerveződés természetesen. Ezért van az, hogy nem csak a termékpályás vonalon dolgozunk, és próbáljuk a szakmaközi szervezeteket létrehozni, hanem, ahogy a stratégia jelzi, a helyi piac, a helyi gazdaságfejlesztés különböző eszközeivel fogunk élni, és az ehhez kapcsolódó törvénytervezeteket is ide fogjuk terjeszteni a ház elé megvitatásra. Tehát a két dolog nem zárja ki egymást, azt hiszem, hogy jól kiegészíthetik inkább egymást, és erősítheti az agrárium és a vidék pozícióit abban a versenyben, amiben mindenképpen ki vagyunk téve a versenytársak versenypozícióinak is. Köszönöm még egyszer az elhangzott véleményeket, és kérem támogassák a törvényt. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007
7. 6. hó 28-as szám OG határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája a lezárásig. Ékes József, Lasztovica Jenő és Kovács Zoltán fideszes képviselőtársaink önálló indítványát Háper 3133-as számon, a bizottsági ajánlást pedig Háper 3133/1-es számon már megismerhették képviselőtársaink. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Ékes József képviselőnek, a napi rendi pont előadójának. 20 perces időkeretben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt képviselőtársaim. Hétfői napon együtt voltam a térség parlamenti polgármestereivel, és a polgármestereknek az volt a kérésük, hogy a mai napon, hogyha társadalomra kerül az országgyűlési határozat, akkor a magyar társadalomnak, a kormánynak és minden parlamenti képviselőnek, akik közvetve vagy közvetlenül segítették és hozzájárultak ahhoz, hogy a károk minél gyorsabb felszámolásra kerüljenek ebben a térségben. Nagyon sokan nem tudják, hogy nem csak 3 települést érintett maga a Vörösiszap katasztrófa, hanem 10 települést, hisz a Torna és a Marcellmenti településeket is ugyanúgy sújtotta, mint ahogy Somlóvásárhely, Kolontár, Devecsert. Mindenki másképp és másképp élte meg magát a tragédiát, de itt szeretném elmondani, hogy Kolontáron 34 házat kellett lebontani, Devecserbe 268 házat kellett lebontani, és magának a térségnek nagyon gyorsan, mint egy 400 fővel csökkent a lélekszáma. Ma ott tartunk, hogy Kolontáron 20-ától fogva a lakóparkban a 21 épület átadása folyamatosan meg fog történni. Devecserben 87 ház műszaki átadása a jövő hét folyamán fog megindulni, és majdan, amikor a műszaki átadások megtörténnek, akkor a lakások átadásra is sor fog kerülni. Tisztelt képviselőtársaim! Én nagyon örülök annak, hogy az Önkormányzati Bizottság egyhangulag és minden olyan parlamenti képviselő, akivel idáig magáról az előterjesztésről beszélni tudtam, mindenki pozitívan nyilatkozott és támogatásáról biztosította magát az országgyűlési határozatot. Miért is mondom ezt? Hisz ez a térségi társulás januári megalapítása óta tulajdonképpen küszködik, és nap mint nap szenved magának a katasztrófának a helyreállítási folyamatától, hisz közel 1030 hektár termőterület sérült a belterületeken kívül. Nagyon sok vállalkozás került ebben a térségben abban a helyzetbe, hogy egyfajta kilátástalan állapot a termőterületek sérüléséből adódóan, és vele párhuzamosan a vállalkozásoknak egyfajta gyengülése is bekövetkezett. Nagyon sokan föltették a kérdést, akik úgy döntöttek, hogy maradnak, hogy mi lesz velük, mi lesz a holnapuk, és hogy fog alakulni a jövőjük. Azért is fontos ebben a térségben a kedvezményedett, vagy legalábbis vagy a mai szóhasználatban hátrányos helyzetű besorolása ennek a térségnek, hisz 27 településből 23 település nincs csatornázva, hisz Somló alatt és környék alatt fekszik Magyarország talán egyik legnagyobb karsztvízbázisa, és ha valaki mélyen belegondol, akkor a Keszthelyi öböltől egész Pápáig a termálvíz bizonyos szegmense is megtalálható ezen a területen. 27 településből 15 településen az ivóvíz arzén tartalma, ebből adódóan több településen az elmúlt időszakban végre lehet hajtva víz minőségjavító beruházás, de jelenleg is 15 településnek úgy szintén ben van a pályázata vízminőségjavításra. Ma ott tartanak ezek a települések, hogy a csecsemők, gyermekek csak szállított vizet használhatnak és ihatnak, hisz maga a rendszer arzintartalma olyan mértékű, hogy csecsemők nem is fogyaszthatják. Településeken döntő többségében kis településekről van szó, hisz megtalálható 100-200-300 fős település,
Nagyon sok településen az előregedés a jellemző, és ahogy a mai napon a parlamenti vitában itt a lakosság hitel kérdéséről tárgyalt a parlament, ezeken a településeken is megtalálható majdnem minden második háznál, hogy eladó, csak sajnos vevő nincs rá, és szép lassan ezek a házak összedőlnek. A térségben a munkanélküliség óriási, megközelíti a 20%-ot, van olyan település, ahol 70%-os a munkanélküliség, a település összlakosságából talán 3-an ha dolgoznak. Az úthálózata minden egyes településnek katasztrofális állapotban volt is, és most jelen pillanatban. Azáltal, hogy a Vörösiszap szállítási útvonalát és nagyon sok települési útvonal kellett, hogy elszenvedje, még rosszabb állapotba kerültek az úthálózatok. Milyen kitörési lehetőségei vannak ennek a térségnek? Először is, ahogy miniszterelnök úr fogalmazott, minden egyes család, akit érintett a Vörösiszap katasztrófa, fedél nélkül nem maradhat. Ezen ma már túl vagyunk, hisz minden családdal a szerződés megállapodás megkötetett, van, aki lakóparkban új lakást kap, sokan vásároltak ugyan nem helyszínen, hanem más településen, és nagyon sokan voltak úgy, akik készpénzben igényelték a károk megállapítását. De ahhoz, hogy valóban az élet is vissza tudjon térni ezekre a településekre, egy intenzívebb, erőteljesebb beruházást kell végrehajtani ezeken a településeken. Hogyan lehetséges ez? Hisz a mostani állapot szerint is a 27 településből minimum 5 település, de általában 7 település, amelyik önhikis állapotban van. Tehát ez azt jelenti, hogy sajnos a forrásai olyanok, hisz bevétele nincs a településnek, hisz vállalkozások nincsenek a településen, hogy rászorul arra, hogy extra állami támogatáshoz jusson hozzá abban az esetben, hogyha a forrásai oly mértékben kimerülnek és elfogynak, hogy magát az önkormányzatot lehessen működtetni. Tisztelt képviselőtársaim, ezt a módosító indítványt előtt 4 héttel nyújtottuk be képviselőtársaimmal együtt. Ezek a települések minden héten megkérdezik, hogy mikor kerül a parlament elé, mikor hozza meg a döntését maga a parlament, hisz ezzel egy olyan esélyt kapnak, hogy kevesebb önerő biztosításával hozzájuthatnak azokhoz a forrásokhoz, amelyek esélyt és lehetőséget adnak és biztosítanak ezeknek a településeknek. Ezzel a besorolással ugye egyrészt vele jár, hogy a Vörösiszappal érintett településeknek saját maguknak egy stratégiát kell kialakítani. Egy olyan stratégiát, amelyet ha a kormányzat is úgy dönt, és a különböző tárcák is úgy döntenek, hogy kiemelten tudják segíteni és támogatni a településeket, akkor abban az esetben ezek a pályázatok egybe is kezelhetők, és sokkal intenzívebben és gyorsabban tudnak ahhoz a forráshoz hozzájutni, amellyel valóban életképessé és adott esetben katasztrófához képest egy 5 évvel időben is előrébb tudnak ugrani ezek a települések. Én még egyszer szeretném kihangsúlyozni és megköszönni minden parlamenti képviselőnek, akik segítették és segítik ezt a munkát, hisz nem célja egy parlamenti képviselőnek sem, főleg egy ilyen katasztrófa után, hogy ezek a települések elnéptelenedjenek. Ezekre a településekre az legyen a jellemző, amit a világ megismert róluk, Kolontár, Devecser katasztrófa helyszíne, hanem ezt a negatív jelzőt, annak ellenére, hogy a világ is megmozdult, hogy segítsen ezeket a településeken, ezt a jelzőt pozitív irányba úgy megváltoztatni, és az esélyét úgy megadni ezeknek a településeknek, hogy valóban ebből a negatív katasztrófa jelzőből egy pozitív jelzővel lehessen illetni pár év múlva ezeket a településeket, és akik segítettek, és talán itt Tóldi Tamás polgármester szavait szeretném fölidézni, aki úgy fogalmazott a katasztrófa kellős közepén, hogy most mi a világ polgárai vagyunk, hisz mindenki rajtunk segít, és amikor vége ennek az áldatlan állapotnak, ennek a katasztrófának, akkor rendbe tesszük a településünket, akkor mi szeretnénk a világ minden azon polgárát, akik támogattak és segítettek bennünket, a város díszpolgárának tekinteni. Azt hiszem,
ezzel a polgármester kifejezte azt, hogy érzi és értékeli, hogy micsoda hatalmas segítséget kaptak ezek a települések, de ahhoz, hogy valóban minél gyorsabban a világon minden olyan polgár, aki segítette ezt a települést, segítette ezeket a településeket, valóban diszpolgárá tudja őket átvitt értelembe maga a település nevesíteni őket, ez valóban egy olyan fejlődés kell felmutatni, egy olyan fejlődésen kell keresztül.